Sziasztok, gyerekek! Integessen a sushi is. Wow, sziasztok! Ez az ízgő mozgó olimpia következő része, képzeljétek el! És ugye megint jön egy olyan sportág, amit itt mi van találtunk sushi. Itt van velünk sushi kutya, aki nagyon sokat fog segíteni nekünk, mert hogy képzeljétek el a mai versenyszám a nyelvtörő alkotás. Képzeljétek el, Nagy Karolinnak megjelent egy csúcs szuper könyve, az a neve, hogy Állati Nyelvtörők Iskolája. Felnőtt barát gyerekszöveg, gyerekbarát felnőtt színezőkkel. Szeretnék csak így egyet megmutatni belőle, egyet, meg legyen még egy nagyon szuper kis rajzokkal, még szellemesebb szövegekkel. Mi ezt megkaptuk a Szuszuval, és konkrétan fél óra alatt kiolvastuk, és utána még örökbe kaptuk, igen. És utána még egy-két napig rímekbe beszéltünk, és próbáltunk tök jó kis nyelvtörőket megalkotni mi is. És a feladat az lenne a versenyszám, hogy nyelvtörőt kell nektek kitalálni, és a gyerkőcnek elmondani. Egyet azért szeretnék felolvasni belőle a lajhárosat, mert hogy képzeljétek el, a tornához van köze, jó? És utána megmutatjuk a sushival, hogy mi milyen nyelvtörőt alkottunk, jó? Figyeljetek! Neki lesz nyelvtörője. Lanyha Lajos volnék, lajhár. Na mi leszek? Torna tanár? Nem vagyok szigorú hajcsár, feleslegesen ne hajcsár. Csak megfontoltan zumbázunk, lesz így is kis izomlázunk, megláthatja ki hozzám jár, így is apad a lajhárháj, és ott a lajhár. Hát imádom, ez a kedvencem, hogy van benne torna tanár. Na és a mi nyelvtörőnk pedig nem más, figyeljetek, utánam kell mondanod. Szuszu és sushi látjátok, én se tudom kimondani. Szuszu és sushi szeret egy szelet húsit sütni. Te jössz. Mondjad. Szuszu és sushi. Yes. Szeret dino húsit sütni. Mondd utána, hogy szuszu és sushi. Mondjad hangosan. Szuszu és sushi szeret egy szelet sushi sütni. Igen! Nagyon ügyes vagy. És ez egy kis nyereményjáték is egyben, mert a legszellemesebb nyelvtörőt, akit kisorsolok, tehát aki a versenyszámban nevez, akkor is lehet nevezni, ugye a Nem vagy az izgő mozgó olimpiának a része, csak akkor, hogyha külön nevezel erre, akkor az élet megyek. A sushi lesz az első szerintem is. Akkor megnyerheted Karolinnak ezt a csúcs szuper, ráadásul dedikált könyvét, jó? Ezt azért odaírom, egy pár kedves szót írt is a leendő győztesnek, és együtt lehet színezni, és rajzolni, és nyelvtörőzni. Tehát versenyszám, nyelvtörő alkotás, anyucik, járjon a fogaskerék az agyatokban, gyerkőcök, ne akadjon össze a nyelvetek, várom a tornanéni otthoni játékostól a gyerekeknek Facebook csoportban a videó alá a videókat, kommenteket, vagy esetleg nyugodtan csak a szöveget, hogyha nem szeretnétek ti felmondani. Legyen nagyon szép napotok! Sziasztok!